Orvost, gyógypedagógust, fejlesztő vagy más terápiás szakembert is kereshetnek az érdeklődők a segítség.ma honlapon. A platform célja, hogy az érintettek a legkönnyebben és leggyorsabban találjanak magyar nyelvű szakembert, éljenek bárhol a Kárpát-medencében vagy akár a diaszpórában. Van egy kapcsolatfelvételi lehetőség, ez gyakorlatilag egy jelzés a szakember irányába. Minden nap adott időpontban kap egy értesítést arról, hogy hányan szeretnék felvenni velük a kapcsolatot. Erre visszajelzést tud küldeni a felületen keresztül, akkor az összes elérhetősége, amit megadott a szakember, láthatóvá válik a felhasználók számára. Az oldalra bárki regisztrálhat kötelezettségek nélkül, akár csak azért is, hogy tájékozódjon vagy meghallgasson egy előadást. Várják a szakemberek jelentkezését is, hogy minél szélesebb körű szakmai közösség alakuljon ki, s a külhoni területeken élő páciensek megtalálják a lakhelyükhöz legközelebbi magyar nyelvű ellátást. Biztatok mindenkit arra, hogy regisztráljon, mint szakember, mert hogy teljesen kötelezettségmentes, tehát a szakember maga dönti el azt, hogy mi az, amit, milyen információt ad meg magáról, és nem csak állami intézmények, vagy állami szférában dolgozó szakemberek, hanem magánintézmények, magánszakemberek is bátran jelentkezhetnek, és így láthatóvá tudják tenni magukat. A szakembereknek a regisztráció során arra is van lehetőségük, hogy megjelöljék, fogadnak egy gyakornokot. Ezzel hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az adott térségben biztosítsák a szakmai utánpótlást. A segítség.ma oldalt novemberben indította el a Magyar Ifjúsági Konferencia, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége mellett működő speciális fejlesztő szakmák országos társulásával és más külhoni magyar szakmai szervezetekkel. 2020 év végén kaptunk arról tájékoztatást, hogy a Highlights of Hungary díjra jelöltek minket. Ez minden évben a legkiemelkedőbb magyar teljesítményeket díjazza és keresi fel ez a szervezet és díj. Úgyhogy mi is bekerültünk ebbe, mint egy kárpát-medencei együttműködés, egészségügyi platform, amire szavazni február 4-től lehet majd. Úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy szavazzon ránk. A segítség.ma oldal elindítását Magyarországon az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatta. A projekt aktív csapatának hiánypótló kezdeményezését sokan felismerték. A segítség.ma nagyköveteként zenészek, színészek, közéleti személyiségek népszerűsítik a felületet.